A pandémia ellenére nagyon jól teljesített Ballószög, fogalmazott Somogyi Lajos, a település polgármestere, aki szerint nem is biztos, hogy lesz még egy ilyen gazdag, illetve a beruházások tekintetében ennyire komoly évük. Ballószög 2020-ban látványos fejlődésen ment keresztül, de az idei évre is maradtak terveik. Köszöntöm a stúdióban, polgármester urat, jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önt és a kedves tévénézőket, és köszönöm szépen a meghívást! Mi köszönjük, hogy eljött. Úgy hallottam, hogy 2020-ban rendkívül sok beruházás volt Ballószögön. Mit lehet erről tudni? Gyakorlatilag az elmúlt 4-5 év elcsúszó projektei, illetve a hosszas előkészített projektek valósultak meg. Ilyen például a kerékpárút, ami egy nagyon fontos és kedves beruházása volt a településnek, de ott a tervezési munkálatokat valójában meg 2015-ben kezdtük el. 2017-ben lett nyertes pályázatunk, majd engedélyes terv, és kezdődtek a kisajátítások, közmű áthelyezések, és ez mind tolódott. Természetesen a közbeszerzés is, és az idei évre került oda őszre, hogy ezt meg tudtuk valósítani. A két kiemelt projektünk volt, az egyik a Csillagszem óvoda emlet ráépítés, így most már 180 gyereket tudunk fogadni, illetve a Magyar Falu programba nyertünk meg 2019-ben a külterületi óvodánknak a felújítását, és ott is egy nagyon szép meg tudtuk őrizni azt a Klebelsbergi iskola jellegét ennek a 100 éves épületnek, úgyhogy az újult meg. Másik két nagyon fontos projekt volt közlekedési szempontból, összekötöttük Ballószögöt és Helvéciát. Az Aranykor fürdőtől volt egy homokos földes út, ott egy kétrétegű aszfaltburkolatot építettünk közel 400 méter hosszan, 6 méter szélességbe, illetve a maradék másfél kilométeren, aki arra járt, az tudja, hogy egy 18-20 fekvő rendőr volt, ezeknek lett teljes javítása, illetve egy felületi zárást kapott. És egy másik nagyon fontos, de azt gondolom nem csak Ballószögnek, hanem a környező településeknek, a térségnek egy összekötő útunk, ami az Ágasegyházi útról vezet be, az úgynevezett zsíros dűlő. Ennek a közel egy kilométeres szakaszát tudtuk felújítani a tavalyi év márciusában. Az idei évben folytatódik ez a beruházás, hiszen most a település felől, a Jókai utca vége felől egy 500 méteres szakasz újul meg, most jelenleg éppen a közmű behelyezése, a csatorna, illetve a víz kiépítése folytatódik, és majd március-áprilisban történik az aszfaltozás, és van még egy hiányzó 750 méteres szakaszunk, amire idén újra pályázunk, és reméljük, hogy majd meg fogjuk nyerni. Milyen támogatásokról lehet beszélni, és esetleg, ha lehet tudni, mekkora volt az önerő? Hát több támogatást, több pályázati lehetőséget vizsgálunk meg, és ragadunk meg. Nyilván a támogatásoknál az önerő mértékét próbáljuk minimalizálni, de ez azért nagyon sokszor nem sikerül, hiszen egy 2015-ös, 2016-os tervezésű projektnél még teljesen más árszínvonallal számoltunk mi is, a tervezők is, és a kivitelezők is, és azt látjuk, hogy évközben is milyen áremelések vannak, főleg például egy magasépítés területén. A legnagyobb támogatási forrásunk a Bács-Kiskun megyei önkormányzat által felügyelt és koordinált, illetve a projektmenedzsmentet és a pályázatírást is rájuk bíztuk, illetve közösen végezzük a területi operatív program. Azt gondolom, hogy ebbe valószínűleg nagyon szépen teljesített, hiszen induláskor kb. 600 millió forintnyi támogatásra számítottunk, most már meghaladtuk az 1 milliárd forintot, ami a településre érkezett az elmúlt 3-4 évben, és még nincs vége, hiszen az idei évre is van egy 318 millió forintos ipari területfejlesztésünk, illetve áthúzódott a bölcsöde építése, ami egy 295 millió forintos támogatás. Ez a kis csillag bölcsöde? Ez a kis csillag bölcsöde, igen. Ez 2014 kisgyerek számára lesz kialakítva, illetve ami szintén egy régi vágyunk volt, a főzőkonyhának a kiépítése, az kap helyet ebben az épületben. Kérdezte, hogy még milyen támogatások vannak, nagyon fontos új elem azt hiszem a vidéki Magyarország életében a Magyar Falu program, hiszen az idei évben, illetve a tavalyi évben is 22 féle felhívás jelent meg. A tavalyi évben
egy pályázatot nyertünk, viszont 2019-ben 6 pályázattal nyertünk, például tanyagondoki buszt, külterületi út javítás, ez az előbb említett zsírosdüllőt, óvodaudvarnak a felújítását, hogy ott új játékokat helyeztünk el, orvosi rendelőbe műszereket vásároltunk, és hasonló. Olvasok gyermekorvosi rendelőt. Gyermekorvosi rendelő az egy harmadik forrásból érkezik, az a belügyminisztériumnak a háromlábas pályázatán. Eddig mindig útfelújításra pályáztunk, és most sikerrel pályáztunk a volt védőnői szolgálatnak a felújítására, és ott kapott helyet a gyerekorvosunk. Gyakorlatilag egy nullához közeli energiaszintű épületet tudtunk megvalósítani, hiszen napelemmel, elektromos hűtéssel láttuk el, kicseréltük a nyílászárokat, és természetesen az összes burkolat megújult, úgyhogy ott méltó módon tudjuk fogadni a gyerekeket, amiből egyre több van persze Ballószögön. És olvasok itt egy karácsonyi óvodát. Az a külterületi óvoda, amit ő a Magyar Falu programból újult meg. És a Magyar Falu programon kívül még a 2021-es évre. Bocsánat, ha még teljesek szeretnék lenni a listával, az Aranykor felé vezető út az a vidékfejlesztési programból valósult meg, külterületi utak fejlesztés. Ott például közel 40%-ra emelkedett az önerő, a kerékpárútnál 50 millió forintot tettünk hozzá önerőként a 116 millió forinthoz, az óvodánál a 113 millió forinthoz szintén 50 millió forintot tettünk hozzá, tehát azért elég sokat kellett a zsebbe nyúlni. Nyilván próbálunk egyre inkább gondosabban tervezni, és az látszik, hogy a kiviteli tervek alapján lehet a legjobb költségbecsléseket megcsinálni. Annak az ideje elmúlt, azt gondolom már, hogy projektterveket bedobunk és meghasalunk egy számot, az nagyon csúnya csalódás lehet a vége. A Magyar Falu programon kívül még 21-re valamit esetleg el tud-e árulni nekünk a polgármester úr? Amit említettem, a területi operatív programból lesz ez a iparterületfejlesztésünk. Ott van egy 7 hektáros terület, amiből 1 hektárt bevásároltuk magunkat, és itt egy vonalas infrastruktúra kiépítés, víz, áram, ugye ez egyik legfontosabb útépítés, és hogyha ezek elkészülnek, egy közel 300 négyzetméteres csarnok lesz kialakítva, fölépítve, amit bérbe szeretnénk adni olyan kis cégeknek, akik nemrég kezdték a pályafutásukat, és ezzel próbáljuk segíteni őket. Ez az egyik idei nagy projektünk, illetve a bölcsödének a befejezése. Ugye az idei év költségvetése minden polgármester számára szerintem ez a január-február a legizgalmasabb. Nyilván a nagyvárosok már elfogadták a költségvetéseket, de mi kicsit most dolgozunk rajta, és hogy fog tudni összeállni a költségvetés, meg tudjuk-e valósítani azokat az elképzeléseinket. Nyilván az idei évben a kötelező feladatokra kell elsősorban koncentrálni, de amikor van egy ilyen, egy-két ilyen nagyobb mértékű pályázat, akkor nyilván az önerőt is meg kell tudni hozzáteremteni. A bölcsöd esetében még nem látjuk pontosan, de elképzelhető, hogy egy nagyon kis hitelfelvételhez fogunk ideiglenesen nyúlni. Hát én köszönöm szépen a részletes beszámolót, és a tavalyi évhez hasonlóan az ideihez is nagyon sok szerencsét és kitartást kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást.